A Málenki robot emlékműnél gyülekeztek Cegléd-Bercelen az emberek. A faluvezetés és a helybéliek egy-egy szálvirággal és koszorúval emlékeztek azokra, akiket szovjet kényszermunkára hurcoltak el. Cegléd-Berceliek a 20. századi tortúrája 1944. december 22-én kezdődött, és nagyon sokáig elkísérte őket. 45. január 13-án indul el a szerelvény Ukrajnába, Novi Donbászba, Málenki ilyen robotára, vagy ahogy ők mondták, Málenki robotra, kicsi munkára. E iskola falaiból, illetve a Petőfi utcai iskolából vagy összegyűjtött embereket vittek el jóvátételi munkára. Embereknek kellett fizetni olyan bűnökért, amiket el sem követtek, mondta emlékező beszédében a polgármester. Ezt az időszakot sokáig titkolózás övezte. Valakinek majdnem 5 év jut ebből a titokzatos időszakból, van akinek másfél, kettő, három, de a legtöbbjüknek majdnem 5 év. Amikor hazajönnek, akkor sincs megbecsülés, hanem titoktartás van. Debrecenben megfenyegetik őket, hogy aki elmondja, hogy hol volt és mit csinált, ugyanígy visszakerül családjával együtt, és soha többet nem látja szülőföldjét. Török József úgy fogalmazott, az emlékezés fontos, hiszen a Málenki robotot elszenvedők helytáltak másokért. A szovjet kényszermunkára elhurcoltak tiszteletére 2016-ban avattak emlékművet Cegléd-Bercelen. Szejdül Veronika, a német nemzetiségi önkormányzat elnöke tartott emlékező beszédet. A legmeghatározóbb dolog az életemben, hogy sváb vagyok. Az első dalokat, mondókákat dédanyámtól tanultam, aki éppen idén lenne 100 éves. De mesélt nekem a régi időkről, a háború bizonytagságaival is. Mint sok más családban, nálunk is mindenből kijutott. Hadifogság, kényszermunka, kitelepítés, onnan visszaszökés, ezért bebörtönzés. 1944. december 22-én adták ki a 0060-as számú szovjet hadparancsot, amely elrendelte a kényszermunkára hurcolást. Cegléd-Bercelről 619 személyt hurcoltak el. Mindkét dédanyám megkapta a behívót. A programon Cegléd-Bercelért kitüntető díjat kapott Heim Jakabné. Terike néni több évtizede szerepet vállal a nemzetiségi hagyományok ápolásában, segítette a német nemzetiségi tánccsoportok szereplését, az ő tudása, emlékei segítségével lettek összeállítva a cegléd-berceli füzetek kötetei. Cegléd-Berce közszolgálatáért kitüntető díjat vehetett át Márki Sándor zenepedagógus, aki következetes munkájával, személyiségével kötelességtudatra, rendszerességre ugyanakkor a zene szeretetére neveli a gyerekeket. Elkötelezett a cegléd-berceli nemzetiségi zene és a helyi hagyományok megőrzése, művelése mellett. A megemlékezéssel egybekötött falunapon többek között ünnepi műsorral készültek a sasvári testvérek. Az Ötvös József nyelvoktató nemzetiségi általános iskola diákjai. Mein Vaterland, wo sich der Donauwellen wiegen und schwarzen fließt die blonde Thais. De fellépett a Cegléd-Berceli német nemzetiségének kar is.